több mint 3 kilométeres utat adtak át a Göllét és a Talát összekötő szakaszon a hétvégén. Korábban egy földút nehezítette a közlekedést. A beruházás amellett, hogy a göllei lakosok számára jelentősen megkönnyíti a közlekedést, az erre járó mezőgazdasági gépek számára is nagy könnyebbséget jelent. Ez egy VP-s pályázat volt, amit megnyert Attala község önkormányzata is, és Gölle község önkormányzata is, hiszen két útszakaszról beszélünk. Ugyan egybe folyik, de két önkormányzat két pályázatot adott be rá. Nagyon örültünk annak, hogy ezt megnyertük. Ezt az idei év folyamán, februárban kezdték el a kivitelezési munkákat, és hát viszonylag azt gondolom, hogy egy gyors tempójú munkát végeztek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó mind a két település számára, hiszen nagyon sok gazda járt ezen, ez egy régi földút volt még annak idején, jó minőségben ugyan, de hát amikor fölázott és esősebb időszak volt, akkor nem igazán lehetett ezt használni. Tehát a gazdáknak is nagyon-nagyon jó, és hát nyilvánvaló, hogy a lakosság számára is, most már hallottam visszajelzéseket, hogy nagyon jó túraútvonalat próbálnak itt errefelé kialakítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból előnyös mind a két településnek az, hogy ez az út elkészült. Az út teljes hossza 3,1 km, ebből 1,4 Attala területéhez tartozik, a maradék 1,7 pedig Gölle község önkormányzatának a tulajdona. A jelenlegi út az 5,5 méter szélességben épült meg, fél-fél méteres patkaszélességgel, úgyhogy abszolút járható és nagyon jó kihasználható ez az út. 13 kilométerre vagyunk így Dombóvártól, tehát így a falu kikerült a zsáktelepülésektől. Mentő, tűzoltó, illetve a tömegközlekedést is próbáljuk most a volánnal rendezni, hogy közvetlen járat legyen Dombóvárra. Az új út Gölle szempontjából jelent lényeges előrelépést, hiszen a településre való eljutás eddig nagy nehézségekbe ütközött. Nem csak az ott élő lakosoknak, hanem a mentőnek, tűzoltóságnak is komoly kihívás volt megközelíteni a települést. Nagyon sokat egyeztettünk a találva, hogy ez létrejöjjön. Októberben kezdődött el a maga a projekt. Most egy hónapja körülbelül akkor podcastak, az utolsó simításokat végezték. Nekünk azért volt ez fontos göllei szempontból, mert gyakorlatilag a göllei zsáktelepülési jelleget megszünteti. A helyi gazdaságot Dombóvár közelsége, Kaposvár közelsége révén élénkítheti, és azt hiszem, hogy ha megnézzük ezt az utat, akkor láthatjuk, hogy egy biztonságos és komfortos közlekedés feltételeit teremti meg az itt közlekedők számára. És valóban talán mondhatnám azt, hogy kis lépés az emberiségnek, hogy egy nagy klasszikust idézzek, de hatalmas lépés Göllének és Attalának, és hatalmas lépés Somogynak és Somogy és Tolna vármegyéknek, hiszen egy új két megye közötti összeköttetés jött létre, amely nagyon-nagyon bízom benne, hogy a két megye jó kapcsolatát is tudja szolgálni, közlekedési szempontból, gazdasági szempontból, kulturális, társadalmi szempontból egyaránt. Az út egy újabb ponton köti össze Somogy és Tolnavár megyét, melynek fontosságát az átadón résztvevő Vicman Mihály országgyűlési képviselő és dr. Fehérvári Tamás megyei elnök is kihangsúlyozta. Egy régóta várt fejlesztés valósult meg ezzel a 3,6 km-es, 5,5 méter széles útnak, aszfaltos útnak az elkészítésével. Én emlékszem, évekkel ezelőtt terveztük már polgármester úrral, a göllei polgármester úrral, választókörzetemnek, ugye Somogyi oldaláról beszélünk, a tolnai oldala pedig ugye Attala, hogy ennek az útnak a létjogosultság rendkívül fontos lenne. Boldog vagyok, mert 570 millió forintos összértéken valósult meg ez a beruházás, és ennek a beruházásnak, a projektnek egy fontos része a göllei szárítóhoz vezető útnak, mint egy 640 méter hosszúságú útnak a felújítása is. Ez pedig azért fontos nekünk, Somogyi oldalról, mert tehermentesítjük a kamionforgalomtól reményeink szerint a falut, tehát a kamionok a szárítóhoz ezen a felújított úton tudnak eljutni, és nem kell ehhez gyakorlatilag igénybe venni a falu belterületi útjait, ezáltal nyugodtabb és biztonságosabb lesz a falun belül a közlekedési feltételek megteremtése az ott élőknek. Több szempontból fontos, mert egyrészt ugye ez a vidék, ahol vagyunk, éppen három megye határa nagyjából pár kilométer ide-oda, és azt gondolom, hogy a fejlődésnek a mozgatórugója mindig az, hogyha tartjuk a kapcsolatot egymással, segítjük egymást a pályázatainkban, segítjük egymást az ötleteinkkel, és egyébként itt a három megyénél ez nagyon praktikusan és nagyon jól működött. Hál' Istennek ez a kis útszakasz is megépült, amely az itt élőknek, itt dolgozóknak, az itteni telephelyeknek körülbelül 10-15, néhányaknak 20 kilométerre kerülőt is megszüntet.
Úgyhogy azt gondolom, hogy szépen fejlődünk, és remélem, hogy a somogyi baranyai kollégákkal együtt ez a térség Dél-Dunántúl lényegében egy komoly fejlődési szakasz előtt áll következő időkben. A több mint 500 milliárd forintos projekt jelentősen megkönnyíti a helyi lakosok és az ott dolgozó vagy arra közlekedő teherautók, mezőgazdászok életét is.